Szia, sziasztok, és üdvözöllek titeket egy újabb podcastben. És ebben a podcastben, amit már említettem is Facebookon, kiírtam, hogy nem másra lenne szó, mint az intelligenciáról és ezeknek a fajtáiról. Ugyanis pont egy pár napja esett a kezembe egy könyv, illetve egy név, amely a Howard Gardner nevezetű pszichológus, tudós ennek a könyve, és ő fejlesztette ki az intelligenciának a különböző fajtáit, és ő írt először egyébként arról, hogy az embereknek mennyi intelligencia szinttel rendelkezik, illetve melyek ezek az intelligencia szintek. Természetesen én, amikor ezt hallom, ezt a szót, hogy intelligencia, vagy hogyha mondjuk gondolom ti is hallottátok ezt, akkor mindig valahogy egy szám, vagy egy valami jelző jut az embernek eszébe, illetve nyilván maga az IQ szám, amely alapján ezt mérik. De alapvetően ez egy eléggé kis része magának az intelligenciának, tehát többféle intelligenciával rendelkezhetünk, és rendelkezünk is, tehát minden egyes ember rendelkezik többféle intelligenciával, tehát nem csak egyfélével, mint amit ugye mondjuk az IQ-val mérnek. És erről lenne szó, mert szerintem ez egy nagyon érdekes téma, és maga egyébként engem is nagyon megfogott ez a tanulmány. És alapvetően úgy tudom, hogy maga a könyvben egyébként 8-féle intelligenciát sorol fel, ez azonban nem fix, tehát természetesen van többféle is, vagy ennél több is, és ez nem egy kőbevésett dolog, hanem természetesen ezt lehet fejleszteni. Vannak egyébként több, másfél intelligenciák is, még ez kapcsolódóan, de most még találtam egyébként még egyet, hogy összesen igazából 8 plusz 1 intelligenciát szeretnék most így megemlíteni nektek, és tehát mint mondtam, vagy említettem, hogy mindenki rendelkezik ezekkel az intelligenciával. Tehát nincs az, hogy te vagy én csak egyetlen egyfélével rendelkezünk, és ezekkel beérnünk, és mivel így születtünk, akkor így is halunk meg. Tehát ez természetesen nem így működik. Nagyon fontos az, hogy azt szerettem valamit ezzel a podcasttel is elérni, hogy mondjuk te átnézed ezeket az intelligencia szinteket, amelyeket én most felsorolok, neked is te ki tudod választani azt, hogy hát rá fogsz ismerni arra, amely nálad a dominánsabb, vagy ami nálad erősebb. Az egyik intelligencia szintünk az nem más, mint maga a nyelvi intelligencia. Tehát gondolom, kitaláltatok már, hogy ez nem más, mint a kommunikáció képességet jelzi. Tehát azok az emberek, akiknek nagyon jó a kommunikációs képességük, nagyon jól ki tudják magukat fejezni, választékosan beszélnek, nagyon jól tudnak kommunikálni másokkal, esetleg vitákban is részt vesznek, és ezt szeretik egyébként villogtatni, hogy ők mennyire jó beszélő képességük van. Nagyon jók írásban is szintén, nagyon jók beszédeket tudnak tartani, könyveket, jegyzeteket írnak, szóval ez a nyelvi intelligencia, tehát hogyha ezek közé tartozol, akkor te nagyon jól tudsz kommunikálni másokkal, és ez érdemes fejlesztened is. Egyébként ilyen szakmák, maga a színészek például, a színészeknek jó nyelvi intelligenciája, vagy az íróknak, a tolmácsoknak, akik így dolgoznak. A második nem más, mint a matematikai intelligencia, és ez az intelligencia, amelyet az IQ hányadossal ugye mérnek, és amit gondolom mindenki ismer, vagy ami ismerős, de ez csak az egyetlen egy ilyen intelligencia szint, tehát ez csak az egyetlen, ami IQ-val mérnek. Tehát, hogyha nagyon jó matematikai intelligenciát, akkor nagyon jó vagyok számokkal, nagyon jó a képességed a különböző egyenletek kifejlesztésében, nagyon szeretsz mondjuk kísérletezgetni, és számokkal játszani, vagy esetleg ügyességi feladatokban részt venni, és ezekkel foglalkozni. Szóval ez a maga az matematikai intelligencia. Nyilván ez olyan emberek, akik mondjuk matematikusok, tudósok, fizikusok, könyvelők, ezek a szakmák.
Csak az egyik kedvenc intelligencia szinten, az nem más, mint maga az intrapersonális intelligencia, amely tulajdonképpen az önmagunkra való, önmagunk ismeretére irányul. Tehát ez az az intelligencia szint, amely te magad tudatosítod magadban azt, hogy te ki is vagy valójában, de tudod azt, hogy mit érzel, hogy miért érzed azt. Tehát nincsenek mondjuk önmarcangoló, önromboló képességeid, szokásaid, nincsenek nagyon nagy hangulatingadozásai, mentálisan erős emberek rendelkeznek ezzel a intelligencia szinttel, tehát nagyon jól tudják ezt kihasználni. Az ilyen szakmák egyébként, foglalkozások, például a pszichológusok ilyenek, vagy a filozófusok is, akik nagyon jól ismerik saját magukat, és tudják ezekre a válaszokat minden kérdésre, tehát ők azok, akik ezzel rendelkeznek. És ez mellett van még az interpersonális intelligencia, amely pont egy másokra irányul. Tehát az intrapersonális volt az, ami csak saját magadra irányul kis ismeret, tehát az önmagadra való ismeret, illetve a más, az interpersonális pedig az, ami másokra irányul. Tehát a másokkal való kommunikációban, tehát nagyon könnyen felismered másoknak a problémáit, a mentális, érzelmi problémáit, és ezáltal tudsz nekik segíteni, tehát megérted őket. Nagyon jól tudsz velük kommunikálni ezáltal. Tehát ez maga az interpersonális intelligencia. És maga az intrapersonális és az interpersonális intelligencia alkotja magát az érzelmi intelligenciát. Én ezt például nem tudtam, de most már így nekem is világos. Tehát tulajdonképpen ez a kettő alkotja magát az érzelmi intelligenciát. A másik intelligencia típus, pedig képesség, inkább is típus mondok, az nem más, mint maga a térbeli, vagy ez a vizuális intelligencia. Ez azokra az emberekre igaz, akiknek nagyon jó a vizuális és térbeli képességük, nagyon jó a memóriájuk, könnyen tudnak bármibe beleilleszkedni, nagyon jó a képzelő erejük, nagyon jól tudnak játszani ezáltal, tehát például nagyon jó, kicsit képzelődnek folyton, meg nagyon jó az ábrázolási képességük. A következő az nem más, mint a zenei intelligencia, ez is egy intelligencia fajta. Ez talán nem kell magyaráznom, a zenei intelligencia az, aki vagy azokban erős ez, akik nagyon jó ritmus érzék, nagyon szeretik a zenét, nagyon érzékeny a hangokra, esetleg játszanak valamilyen hangszeren, és nagyon szeretnek táncolni, zenélni, társaságban lenni, énekelni. Hát ez maga a zenei intelligencia. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, tehát az egyik intelligencia szintem az pont nekem ilyen. Én is nagyon szeretem a zenét, és én bár nem szeretek énekelni, mert nem is tudom énekelni, de ettől függetlenül jó a ritmus érzékem, és nagyon szeretek mondjuk táncolni, meg úgy dobolni, meg én magam is játszom a hangszereken. Úgyhogy nekem ez egy egyik ilyen erősebb, dominánsabb intelligencia képesség. A következő az nem más, hogy a testi vagy korlátozási, mozgáskorlátozási intelligencia szint, ez egy kicsit fura volt nekem, mert alapvetően a sportolókra mondják ezt, tehát azok, akik nagyon jók valamilyen sportban, táncban, azokra igaz ez a testi mozgáskorlátozási képesség, vagy intelligencia szint. Nagyon jók egyébként az ilyen emberek például a testbeszédben, és nagyon jó, rendelkeznek egy testtudattal, tehát tudják, hogy mikkel rendelkeznek, mik a testi impulzusai, mi az, ami a teste elbír, amire képes, tehát, hogy ez erre igaz. Illetve van még kettő darab intelligencia szint, az nem más, mint a természeti intelligencia, tehát azok az emberek, akik nagyon szeretnek a természetben lenni, mint mondjuk én is, nagyon szeretek én is állatokkal foglalkozni, növényeket nevelni, ültetni, szeretem a fákat, a virágokat, meg ezek a dolgok, tehát maga a természet közelsége, ez is egy intelligencia szint, ez is az intelligenciához tartozik, hogy ez, aki szereti az állatokat, növényeket, nagyon szeretnek gondoskodni másokról,
Ez is egy érdekes intelligencia. És a következő, vagy hát az utolsó, az pedig nem más, mint az egzisztenciális intelligencia, amelyhez egy nagyon sok rétű, vagy nagy tudás, vagy sok tudás és fejlett érzelmi, érzéki képesség szükséges. És nekem szerintem pont egyébként az egyik legerősebb ez, hiszen ez olyan kérdéseket boncolgat, akinek ez a intelligencia, ez a képesség az erősebb, dominánsabb, akinek olyan kérdései vannak az élettel kapcsolatban, hogy miért létezünk, miért vagyunk ezen a földön, mi az életcélunk, mi az a létezés, ugye mi van a halál után, akkor összevonjuk például a vallással, milyen vallások léteznek, azok miért ilyenek, mi történik az emberekkel. Tehát ez a sok kérdés, ami bennem is egyébként nagyon sokszor megfogalmazódik, ez is egy intelligencia szinthez tartozik. És igen, ennyi lett volna alapvetően, tehát ez a 9 intelligencia szint van, vagy képesség, amely domináns lehet. És mondom, mint mondtam egyébként, ezek mind megtalálhatók mindenkiben. Tehát nincs az, hogy neked nincsenek ilyen képességei, mindenkinek megvannak ezek a képességei, és ez attól függ, hogy melyik az a dominánsabb. És ez nyilván ez attól is függ, hogy mennyire úgy évek során, vagy amikor kicsi korban ez így a neveltetéssel szerintem így együtt jön, vagy összetartozik, hogy ahogyan növünk fel, és amilyen dolgok érnek közben minket az iskolában, az emberekkel, ahogyan kommunikálunk, ez így valahogy kifejlődik az, hogy te magad érzed azt, hogy téged mi érdekel alapvetően. És úgy mondtam, szerintem ezek mind fejleszthetők. És majd lesz egy másik podcastben, vagy videóban majd írok róla, hogy egyébként hogyan lehet magát az intelligenciát fejleszteni, hiszen ez nem úgy van, hogy most az emberi megszületik, hanem csak azzal él le az életét, hanem ezeket tényleg lehet fejleszteni, és hogyha mondjuk egy intelligencia képesség az úgy elhalványna, attól még a másik felerősödhet, és vagy fordítva, vagy többféle is felerősödhet, és többféle is alkothatja az életedet. És azt akartam mondani, hogy sokan azt hiszik, hogyha mondjuk te nem vagy jó matematikában, vagy nem vagy jó a számokban, attól még te nem vagy hülye gyerek, vagy nem kell azt hinni, hogy az ember ilyenkor buta, mert attól még, hogy én mondjuk nem tudok jól számolni, vagy nem tudok összeszorozni 10-szer 13-at, akkor attól még nem vagyok buta, mert attól még lehet, hogy mondjuk más dolgokban, meg pont, hogy én vagyok a jó, meg a kiemelkedő, mert mondjuk szeretek rajzolni, meg festeni, meg zenélni, meg hangszeren játszani, meg mozogni, jogázni, meg egy csomó mindent csinálni, és ettől még az ember nem hülye. Tehát, hogy szerintem ezért is lenne fontos az, hogy az emberek mondjuk ezt is így felismernék, hogy vannak ezek az intelligenciák, és ettől mi nem vagyunk hülyék, vagy butábbak másoktól. Úgyhogy remélem, hogy te is megtaláltad, és megtaláltátok a megfelelő intelligencia képességeteket, és hogyha meg, akkor természetesen megírhatjátok lent is kommentben, hogy rátok melyik igaz. És visszállt a következő podcastben.